Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... István a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió pénteki politikai magazinja. Az örökkévaló jóvoltából 5782, Elul havának 20. napja van. Mindezt azért mondom el, hogy aki zsidónak vallja magát, amikor jön a népszámláló, büszkén vallja magát annak, ami. Hisz annak idején Nazaretből az ifjú pár, aki időközben Betlehem falván megaludt, és utódjukat megszülték, ők is büszkék voltak arra, hogy zsidók, és a rómaiak is, hogy rómaiak, úgyhogy tessék szíves fölébredni, és ennek a furcsa propagandának, hogy mindenki mondja azt, hogy ateista, az ateizmus az nem egy hit, az valami fogalomzavar, de nyugodtan, mindenki vallja be, hogy micsoda, higgyék el, ez csak segíthet rajta. A polgári időszámítás szerint 2022. szeptember 16-a van és péntek. Ma az editek ünnepelnek. Na meg a bankok. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint az euró 409.21 lesz, ez még kevesebb is. Az amerikai dollár majdnem ugyanennyi, 409.23. Míg a királyságban 469.04 egy angol font. A várható időjárás 15 és 21 Celsius fokot várható, fok között várható. Olyan cipőt vegyenek fel, ami nem csúszik, hisz eső is várható, figyeljünk oda, annak ellenére, hogy már nem annyira süt a nap, a piciknek és a szépkorúaknak a folyadék háztartásán. Most viszont hallgassák a beszélgetésemet Holdik Istvánnal, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójával. Ne haragudjon, de annyi jelentés van, és Strasbourgból annyi érdekes dolog hangzik el. Nem szeretnék önökre szavazni, nem az önök pártagja vagyok, a Brajer pártagja vagyok, de most már abszolút egy csomó mindent nem értek. Strasbourgból az a hír járta, hogy Magyarországon nem láthatók például a leszbikusok. Meg tudja magyarázni, hogy ez mit jelent? Hisz a kormánypártnak fel kell dolgozni, ami Strasbourgból jön. Mit lehet erre válaszolni? Ha úgy kezdte, hogy sok mindent nem ért, akkor ez én is csatlakozom. Én sem értem azt, hogy amikor háború van Európa szomszédságában, és Európát soha nem látott energiaválság sújtja, akkor miért ilyen ostoba jelentésekkel kell foglalkozni, mint a mostani. Ráadásul ez már sokadik jelentés, tehát régen még megjegyeztük a jelentéstevőnek a tisztelt nevét, most már... Rui Tavaresa. Tavares volt az első. Aztán volt egy Sargentinink is. Volt egy Sargentinink is, és most Delbos Corfield asszony jegyzi ezt, de őt már szerintem a magyar állampolgárok nagy része nem jegyezte meg a nevét. A jelentések pontosan ugyanolyanok, ami példát mondott, az is jól mutatja, hogy ködös, megfoghatatlan politikai állítások szerepelnek benne, és ez alapján mondják ők azt ki, akik valószínűleg nem is jártak Magyarországon, hogy... Akkor honnét tudják, hogy nem láthatok, az mindenkinek a magánügye, hogy milyen szexuális beállítottsága van, és ez otthon derül. Magyarországon mindenki szabadon élhet, de az a helyzet, hogy tényleg azt nem veszik észre, mert hogy... ha azt mondták volna, hogy drága a kenyér, meg hogy nem lehet egyszerre 50 liter ecetet kapni, akkor azt megértem, mert tényleg csak 3 ársapkás ecetet lehet megvenni. Nem ráadásul ettől még Magyarországon demokrácia van, vagy lenne. Tehát nyilvánvalóan, hogy itt bebújnak a jogállamiság egyébként pontosan körül nem írható, meghatározhatatlan szava mögé, bűv szava mögé, és onnan valójában mindenfajta politikai állításokat tesznek. Menjünk tovább. A következő abszolút megfogható. Azt mondták, hogy dúl Magyarországon az antiszemitizmus. Na, én aztán tényleg egy megosztó figura vagyok. Mindenki tudja, hogy büszke magyar, büszke izraelis, büszke zsidó vagyok. És látja, hogy a fejem még nincs szétverve. Na, ez nem egy meghívás volt, hogy valaki velem verekedjenek, és vigyázzanak, mert erős vagyok. Tehát
ha megnézzük a statisztikát, az Európai Unió statisztikáját, hogy a nyugaton, Franciaországba, Ausztriába, Németországba hány embernek a fejét verték, vagy gyilkolták meg azért, mert vagy muzulmán volt, vagy zsidó volt, vagy valami más, mint a többiek, vagy akár hány keresztényét. Akkor ennek például ebben a jelentésben mi köze van, amikor a nyugati lapok arról írnak, hogy a legbiztonságosabb ilyen téren Magyarország. Hát ez ön által most szépen felvezetett példa is jól mutatja, hogy mennyire objektív ez a jelentés. De mi erre a mi válaszunk? Ez, mi oda tartjuk a fejünket, hogy valaki rajtunk gyakorolja a boxot, vagy... Ennek a igaz, 137 képviselő ezt nem szavazta meg. De nem látom, hogy akár egy kormányhoz közel álló újságban oda lenne írva a 137 igaz embernek a neve, vagy azt mondani, hogy nézzék meg, őket nem ismerjük meg, mert nem írnak hülye jelentéseket. Én azt javaslom, hogy ne az Európai Parlament egyébként teljesen felelősség nélküli hazug vágyaival foglalkozzunk, hanem jó, a valóban akkor a jelentésben azt szerettem volna megtudni, hogy mi lesz a háborúval, mi lesz az energiaválsággal, és nem találom. Erről van szó, ezek, amelyek ma feszítik Európát. Nézzük meg, ezek a valódi a magyar kormány a magyar polgároknak. Ugye volt az Európai Bizottságnak egy abszolút elsőre jónak tűnő javaslata, amikor kitört a háború, azt mondta, hogy Oroszország az agresszor, és ezt a háborút úgy lehet minél hamarabb lezárni, ez volt a brüsszeli állítás, hogy Oroszországot hatékony szankciókkal minél hamarabb térdre kell kényszeríteni. De ezek a golyók visszalőttek, és a mi térdünkbe furódtak. De az állítás akkor az volt, azt ígérte Brüsszel, hogy a szankciók véget fognak vetni a háborúnak, térdre fogják kényszeríteni gazdasági értelemben Oroszországot, azzal, hogy elszigetelik a világ gazdaságától. És azt mondták, hogy ez Európának, nekünk, az európai állampolgároknak nem fog fájni. Na most a háború nem ért véget. Nagyon úgy néz ki, hogy a szankciók, ahogy ön is mondja, visszafelé sültek el, mert Oroszország a magas energiaárak miatt gazdagszik, Európa pedig szegényedik, és ezek a szankciók nekünk igenis fájnak. Én nem csak nekünk, minden európai állampolgárnak, hogy miközben fájnak. Mi szegényedünk, Oroszország olyan keleti és a harmadik világból partnereket talál magának, akik úgy szintén a mi ellenségeink lesznek. Tehát az ellenségeink számát növeljük. Addig, ameddig mi élelmet és segítséget nyújtunk Afrikába, addig az oroszok ezekkel a nehéz helyzetben lévő emberekkel lepaktálnak, és újabb ellenségeket szerzünk Európának ezzel. Az a nagy probléma, hogy ugye Ursula von der Leyen bizottsági elnökasszonynak volt egy évértékelő beszéde, és abból teljesen világosan látszott, hogy az a törekvés, ami a magyar kormány törekvése, hogy Európa gondolkodásának a középpontjába ne a szankciókat, ne a háborút, hanem a békét tegye. Tehát elfelejtette arról... ön, hogy a fennnevezett hölgy előtte honvédelmi minisztere volt Németországnak? Azt, igen, ez így van. Ettől függetlenül az teljesen világos. Mindenki számára is ehhez nem kell korábbi honvédelmi miniszternek sem agysebésznek lenni, hogy belássuk, hogy a helyzet akkor fog javulni Európa és az egész világ számára, hogyha béke lesz. Pontosabban a felek tárgyaló asztalhoz ülnek és elindulnak a béketárgyalások. Ez egészen nyilvánvaló. De az Európai Unió, Brüsszel továbbra sem ebben gondolkodik, hanem szankciókban, szankcióközpontú a gondolkodásuk, és ami a legnagyobb baj, hogy nem képesek szembenézni azzal, hogy Európának mit okoznak. Homokba dugják a fejüket, halljuk a különböző szólamokat, hogy ezek a szankciók működnek, ez térdre fogja kényszeríteni Oroszországot. Ezek a szankciók képesek világítani, fényt adni és fűteni?
És pénzt rakni az európai polgárok zsebébe, hogy ki tudják fizetni az energiaszámlákat. Nem fog odarakni. Tehát végre el kéne jutni oda az Európai Unió vezetőinek, hogy vegyenek egy nagy levegőt, és mondják azt, hogy rendben, eddig kipróbáltuk ezeket a szankciókat, de nem működnek. Tehát azt sem mondja, értékeljük, hogy azt mondják, nem. Például ez jó lenne, hogyha, de még ideig nem is jutnának el, csak odáig, hogy gondoljuk át, hogy ezek a szankciók elérték-e azt a célt, amit korábban közösen magunk számára kitűztünk. Akkor nézzünk egy következő pontot. A korahajnali órákban egy nemzetközi jogász itt volt a stúdióba, később kerül adásba, és kérdésre válaszolva azt mondta, hogy szerinte igenis előbb vagy utóbb át fogják utalni az általunk vélt nekünk járó összegeket, csak még rugóznak egy kicsit rajta. Meddig bírják a mi idegeink? Én azt állítom, hogy az a jelentés, ez rontja a piaci lehetőségeinket, senki nem fog így befektetni, hogyha minden nap rólunk tárgyalnak, külföldi befektetőkre gondolok. És vajon tényleg meg fog-e érkezni a pénz, mert ha nem, akkor hasonlítani fogunk más országokhoz, például olyan országokhoz, amelyik hamarosan bankrótba kerülnek. Teljes csődbe. Ez a pénz nekünk jár. Magyarország pénzügyi költségvetési helyzete a nehéz energiaválságos idők ellenére stabil, és a kormány pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy ne az Európai Parlament szélső baloldali uszítóihoz hasonlítson. Azért, mert valaki az még nem biztos, hogy baloldali. De hát akik ezt... De ők nem baloldalik, azt se tudják, mi az a baloldal, már elnézést kérek. Akkor olyan kifejezéseket, használnak, ami valamilyen szótárból a fejükre. Nevezze őket, ahogy akarja, de hogy mi nem hozzájuk szeretnénk hasonlítani, hanem a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy kompromisszumot tudjanak kötni, és meg tudjunk egyezni az Európai Bizottsággal. A mi megegyezési szándékunk teljesen egyértelmű. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Bizottságot megnyugtassuk a források hatékony, korrupciómentes felhasználásáról, amit az Európai Bizottság kért, annak a magyar kormány eleget tett. Ez nem sokára a parlament két hét múlva kezdődő őszi ülésszakán törvényjavaslat formájában testet fog ölteni. Tehát azt lehet látni, hogy mi olyan partnerek vagyunk, akik, hogyha ígérünk valamit, azt betartjuk. De hát ez korábban is így volt. Mi a kollégáim már jelzik, hogy a beszélgetést be kéne fejezni, de nem engedhetem el még egy kérdés nélkül. Ön egy gyakorló édesapa. És feltételezem önről, hogy amikor vizsgálatra vitte a feleségét, akkor igen, bent volt, és meghallgatta a szívhangot. Mit érzett, mint egy férfi, mint a leendő, születendő gyerek édesapja, amikor meghallotta a jelzést, hogy ahó, itt vagyok, és hallotta ezt a szívhangot? Szerintem nem ember, aki ilyenkor a saját szíve nem dobban dupla olyan gyorsan. Nyilvánvalóan ez, amikor először meglátja az ember, hogy itt van egy új élet velünk, az egy egyszerű és megismételtetlen pillanat. Köszönöm, hogy ebbe is beavatott minket. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában kemény kérdésekre keményen válaszolt a kormány kommunikációs igazgatója, Hollik István, nem a kormány, hanem a Fidesz a KDNP kommunikációs igazgatója. Most előzetesek, és már is érkezik hozzánk egy katona, Kisbenedek József, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, korábban katonai attasé. Tartsanak velünk!